Na, jó napot kívánok! Ezen a gyönyörű, szép, felhős napon üdvözlünk benneteket ismét a Horvát Gazdaság csatornáján. Vetés még mindig nincs. Anyu meg csak fur rendületlenül. Úgyhogy szóval még mindig nem vetünk. Maximum bukfencet, de majd az intro után meglátjátok, hogy mi lesz ebben a részben. Addig is ciao. Szóval az a nagy helyzet, hogy megérkezett minden a vetéshez. Neki tudnánk állni vetni, de annyira lehűlt a levegő, látszik, és a mellékelt ábrán, hogy sapkát kellett húzni, hogy talajhőmérsékletünk is lement ilyen 4-5 fokra, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy akkor egy kicsit inkább csúsztatjuk a vetést, addig, amíg vissza nem melegszik az idő, mert ugye rendszerbe kell gondolkodnunk is, mert a vetés után mindjárt permetezni kell, és a lehűlt a levegő, nem fognak rendesen hatni a vegyszerek is, meg hát mondom, a talajhőmérséklet is igaz, anyu, mennyire ment vissza, mit mondtál? Hát valahol 5,4, valahol 9, az annyira nem ja. Részes, de... Hát ahhoz képest, hogy a egy másfél héttel ezelőtt, egy héttel ezelőtt 18 fok volt a talajhőmérséklet, ugye, akkor amikor tudtunk volna vetni, ugye az időjárás miatt, akkor meg nem volt meg minden kellékünk a vetéshez. Most meg megvan minden kellékünk, most meg nem akarjuk erőltetni. Mi úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk elkésve, most, hogyha egy héttel később állunk be, szerintem egy hét alatt elvetünk mindent. Tavaly is 26-án, 27-én kezdtük el vetni a kukoricát, és még utána vetettük el a napraforgót, és az úgy gondolom, hogy nem volt azért annyira rossz. És most is megvárjuk egy kicsit, legalább 10 fok fölé menjen, 10 fok körüli legyen a talajhőmérséklet, és akkor el tudunk kezdeni vetni. Na de hát addig sem unatkozunk, van bőven projekt, amit csinálni. Most amint látjátok, a permetezőt azt már múltkor mindent rendbe tettünk rajta, üzemkész, csak az éjszakai ledvilágításhoz most érkeztek meg a kellékek, úgyhogy most tudjuk főszerelni, úgyhogy főn van végig a lecsor mind a két szárnyon. Most fogjuk mindjárt bevezetékelni Mátyással, meg belül bekötünk egy kapcsolót, behúzzuk ott a vezeték, úgyhogy csináljuk, nem unatkozunk. Anyu meg nekiállt villanypásztor kadrót gyártani, mert több mint valószínű még a vetés előtt még egy 3 hektáros darabot be kell, hogy villanypásztorozzunk, mert tavaly is kétszer túrták ki a disznók, és vadásztársaságra persze természetesen nem számíthatunk, csak magunkra, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy inkább rászálljuk azt a 100 vagy 200 ezer forintot, már nem tudom mennyi, megcsináljuk, mert nem nagy terület, 3 hektár, de viszont belevetjük a drága vetőmagot, és másodszorra és harmadszorra is kitúrják, annak meg nincs értelme. Így van? Hát igen. Annak meg nincs értelme, és... Most egy hektárnak rááldozzuk a bevételét. Igen. És 2 hektárnak a bevétele marad meg, de... De hát nem tudunk mit csinálni, muszáj megcsinálni, mert annak nincs értelme, hogy elvetjük, és akkor utána veszekedünk a vadásztársasággal. Most egy 20-30-40 hektáron volna szó, akkor nem így indultunk volna ugye a dolognak neki. De ez csak 3 hektár, úgyhogy ezt megcsináljuk önerőből, mert úgy gondolom, hogy ez még így belefér, de ha nagyobb területről lenne szó, akkor azért már más lenne a leányzó fekvés, akkor már kicsit jobban vagdalóznánk, mert az nem ennyi pénz lenne. De ez úgy gondolom, hogy belefér. Úgyhogy... Na így állunk. Akkumulátorra próbáltuk végig, úgyhogy most a szárnyakon kész, és le van próbálva. Most húztuk fel a vezetéket, majd a fülkébe megyek föl, és akkor bekötözöm. Közben megnézzük anyut, hogy hogy állné, de már fele készen van. Ha villanypásztor, akkor Rexon.
Ja. Csináld magad, mozgalom, Nexon. Lenikém, jövök hozzád villanypásztort gyártani. Igen. Simán, már annyira profi vagyok benne. Ja, ja, ja. Hát ezek még régebbi furuk, karok. Faragok. Ucsó pénzé. Ucsó készül. Pénzé. Készül ez is. Egy elmegyünk föl a fülkébe. Összekötjük. Jó! Kicsit kibeleztem itt mindent. Nem működik. Most már csak össze kell raknom. És akkor szuper áll. Meg lesz a születésnapi LED világítás a kisfiamnak. Mert most lesz a 20. születésnapja a hónap végén. Úgyhogy egy oltári nagy permetelős LED buli lesz. Na, itt vagyunk újra. Megint megyünk villanypásztorozni. Tegnap előkészítettük a nagyját a dolgoknak, most még megcsináltuk az egységet, meg a napelemtartót. Sárga ördög menetre kész. Menetre kész, Matyi? Azt mondja, mit tudja ő. Ő megy vele, de nem tudja. Na, szóval megyünk. Ez most nem nagy terület, ez 3 hektár. Itt a főnökünk is. Jó napot! Az jó lesz az a kesztyű? Nekem? Hát, szerintem okay. Jó lesz. Nem? Szárka nem menjen a kezembe, az a lényeg. Jó, azért úgyhogy a pulcsimat elhozom. Akkor lóra fel. Jaj, lóra. Na, ide értünk a területre. Persze, természetesen. Kérdeztem a gyereket, hogy mennyi gázolaj van a rakodóban. Ah, van bőven, csak hát ő elfelejtette, hogy közben már 8 hektárt körbeárkolta, meg szenkuton is ugye a kerítés nyomvonalát kipucolta, meg elhordta az összes szemetet vele, minden, úgyhogy 3-4 napot dolgozott vele, és az előző 10 hektáros villanypásztorozás előtte tettük tele, hát azt ennek nem valami nagy tankja van, 60-80 literes tankja van maximum, azt hiszem. Hát aztán mire idejött, kifogyott a gázolaj, de ő állította. De ha nem kérdeztem volna, mert, hogy ugye, hogy van-e benn gázolaj? Van benn bőven? Hát van, vissza kellett mennünk gázolajért. Na most mindegy, visszamentünk, hoztunk 40 litert, az már csak ide rég lesz. Ez egy nem nagy tábla, 3 hektár, de annyira vadkáros, hogy tavaly is kétszer kitúrták a szóját benne, úgyhogy most már nem alkudozunk itt a vadásztársasággal, senkivel se fogjuk, önköltségen megcsináljuk, mert nem ér az egész annyit, mert hogyha ez itt el van vetve, ez egy nagyon jó föld, különben itt 100 mázsa fölött tud kukorica lenni, és most elvetjük kukoricával, és nem szeretnénk háromszor elvetni. És ott van egy vasút, és a vasút alatt van egy híd, ahol átjönnek a vadak, meg onnan föntről is, hogy hívják, bejönnek a vadak. És ugye ide korlátozódik erre a részre, mert ez az 57, nem tudom, 22-es, vagy nem tudom pontosan ennek az összekötő útnak, ez nem rég épült, ez egy 10 éve kb. Épült ide ez az út, és ugye ez az út elválaszza a vadakat, tehát arra nem tud, nem mennek tovább az út miatt, nem tud, nem mennek, úgyhogy ezen a részen korlátozódnak. A vasút meg az út közé, meg pont itt van ez a föld, úgyhogy muszáj megvédenünk. Na most a Mátyás megy körbe, és repucolja a belógó ágokat, meg a lefűnyírozza a szélét, ahol a villanypásztort nem mindjárt a legnagyobb dzsuvába kelljen berakni. Anyu meg megy az ölezővel, és lepörgeti a karóknak a helyét, jelölővel megjelöl, hogy hova kell leütni a karót, hogy ne kelljen közben méregetni, amíg lepucolja a gyerek, addig körbeér. Úgyhogy csináljuk. Én meg addig itt pihenek, mert már így is alig bírok menni. Úgyhogy lehet, hogy akkor folytatom, most kihasználom ezt az időt, folytatom a történetmesélést, amennyire ugye föl tudja az ember idézni, mert azért ez már 30 év távlata, úgyhogy mindenre pontosan nem emlékszik az ember, de hát megpróbálom. Tehát ott fejeztük be, hogy 95-ben, tehát
95-be költ, 95-96-ba költöztünk le, akkor véglegesen Kozármislenybe, Döbröközről. Hát akkor elhoztam magam a kisfülkés 82-est. Hát ahhoz nem nagyon sok munkagépünk volt, azt hiszem, hogy a volt egy kettes, lajta, künne lajta ekénk, meg a kassa, már nem is tudom, de ilyen nagyon-nagyon minimális kis géppark volt. Az MTZ, meg az Eke, azt hiszem ennyi volt az egész kóceráj. Közben akkor utána ugye az asszony elkezdett dolgozni, és akkor amit ő keresett, azon a pénzen vettünk egy kis 2,5 méteres kombinátort, meg egy Nordsten, 21 soros Nordsten vetőgépet, gabona vetőgépet, aztán utána abban az évben, vagy következő évben, nem tudom, ez így, ezek a 95, 96, 97, ezekben az években. Akkor vettünk egy öreg, még zöld színű SPC-t, azt már nem is tudom, hogy hol vettük már, hát fogalmam sincs. És akkor ezzel kezdődött itt Mislenybe a nagy gazdálkodás, a 82-esse, az SPC-vel, Nordsten vetőgéppel, meg a 2,5 méteres kis kombinátorra. Hát aztán ugye földünk nem nagyon volt, hiszem 7 vagy 8 hektárt béreltünk ki, jó messze innen, egész arra lent, Turony után már meg nem mondom hol vettünk ki bérbe, az is 3 darabba volt az a 7-8 hektár, és hát azt akkor ugye elvetettük kukoricával, és az egész jó sikerült abban az évben, ezt meg nem mondom már melyik év volt, és ugye eladtuk a kukoricát, de közben úgy hozta a sors, hogy hát közben itt besegítettem gazdatársnak is itt Kozármislenybe, Gyuri barátomnak, ő vett egy kombányt, és akkor azzal arattuk le abba az évbe, az Apple kombánya arattuk le, meg maszek fuvarosok hordták be, azt hiszem Siklósra adtuk el, már meg nem mondom melyik cégnek, és várjál csak, akkor utána következő évben volt egy nagy váltás, mert hát ugye az Aposnak jól ment ez a Maszek cége, amivel foglalkozott, ez most mindegy, nem részletezem annyira, hogy mivel foglalkozott az öreg, és hát meggyőzött, hogy hagyjam abba a mezőgazdaságot, nem foglalkozzak én ezzel, nem kell túrni a földet, menjek el hozzá dolgozni, ilyen számítógép adatfelvívőnek, asszisztensnek a irodába, és hát meggyőzött, mert ugye az asszony is ott dolgozott, hogy együtt tudnánk akkor dolgozni, és akkor az lett, hogy abba az évben ugye eladtam az MTZ-t, a 82-es, pedig nagyon szerettem, nagyon jó kis traktor volt, már nagyon berendeztem magamnak. Eladtuk a 82-est, és a 82-es meg a kukorica árán vettünk egy vadonatúj Suzuki Swiftet, hogy legyen mivel dolgozni, járni. És akkor, mert hát autónk nem volt akkor, semmilyen személy autónk nem volt, busszal jártunk mindenhova, traktor volt, de autó nem, hát a családon belül úgy az apuséknak volt autójuk, nekünk saját autónk nem volt. És akkor ugye ebből a pénzből vettük a vadonatúj Suzukit. Aztán eltellett egy év, és úgy hozta az élet sorsa, hogy hát nem tudott az apus tovább nekem munkát adni, csak az asszonynak, és
hát akkor most mit csináljunk? Hát mit csináljak? Akkor folytattam a mezőgazdaságot. Még az volt a szerencse, hogy csak a traktort adtam el, a munkagépek, minden megvolt, megvettem a kukorica pénzből a következő évre való műtrágyát is, amit szintén nem adtam el, be volt párazva. Hát egy év kihagyással, kezdtem újra megint. Ugye azokat a földeket, amiket akkor ott a messziben kibéreltünk, azokat visszamondtuk egy év után, és akkor úgy kezdtük itt, hogy Mislenyben volt egy nagyon kedves jó barátom, sajnos ő azóta meghalt. Ő is akkor kezdett el itt maszekoskodni Kozár Mislenyben, esztergályos volt, az Ambrus János barátom, és ő is ugyanakkor kezdett ezekben az években itt maszek esztergályos lenni, és ő neki volt TS-ből, kapta ki, vagy nem tudom, hogy hogyan, vagy örökölte. Volt neki két, vagy két és fél hektár földje Pécs udvaron, és ki szerette volna adni. Hát, mi vagy én hozzájártam már előtte is így mindenféle dolgot csináltak, mezőgazdasága, esztergáltatni, meg ilyen vasakat furatni, meg mindent. Ezért akkor így összejöttünk ilyen szempontból, és akkor két és fél hektár földjét kiadta nekünk. És így kezdődött akkor 2,5 hektárra itt Mislen környéken. Aztán, ahogy telt múlt az idő, ugye egyre több lett. Hát a gépek meg úgy alakultak, hogy ugye mikor nem dolgoztam már tovább az apósnál az irodába, akkor fogtuk a Suzukit, az egy éves Suzukit, és eladtuk. Szerencsére a kereskedő olyan rendes volt, hogy visszavette és bizományosba értékesítette. Úgyhogy annak az árából, az új Suzuki-nak az árából, meg a pécsi Agrokerbe befizettünk egy vadonatúj 892-es MTZ-re. Na, mehetünk? Mehetünk? Ja. Na akkor húzzál kesztyűt, az pattanj föl. Értem, nem? Mondom, húzzál kesztyűt és pattanj föl. Hova megyünk? Hát dobálni a karókat, fiam, körbe. Mindjárt megyünk, na, tehát befizettük az új 892-es MTZ-t, és akkor azzal kezdődött ez a gazdálkodás. Úgyhogy majd ezt majd folytatom tovább innen, de most megyünk körbe, dobáljuk a karókat. Na, akkor indulunk körbe. Ledobáljuk a karókat. Ide nem kell, mert itt lesz az oszlop. Narancssárga! Há, dobni kell! Dobjá! Ja. És meg van a platón, az dobálja le. Ez a mocskos madár keserű, ez olyan, vagy mi a jó égnek hívják ezt a gazat. Ez annyira nehéz kiírtani, de nem baj, majd most majd adunk neki. Elvettük, és akkor utána kap egy kezelést.
Na szóval, még akkor, amíg megyünk körbe, addig tudok még egy kicsit mesélni. Tehát most már meg nem mondom, melyik volt az az év. 97-98. Jó van, csak nem akarom, hogy lepottyanj. Akkor vettük meg a vadonatúj 892-es, meg akkor nem voltak ez a pont 1, meg pont nem tudom hányos számozások az MTZ-nél. 892-es MTZ-t, vadújat a pécsi agrokerbe. Hát nem is tudom mennyi volt. 3-4 millió forint volt. Azt hiszem. Az már elő dundi kerekes volt, nem az a vékony kerekes volt, hanem meg az a másik fajta motorháztető is volt már rajta. Az a másik lámpák voltak benne. Az a csapott motorháztető volt, ha jól emlékszek. És hát nagyon boldogan hoztuk haza, még sosem felejtem el, hogy vettünk be az agrokerbe, érte, busszal mentem be, mert ugye kocsit eladtuk, annak az árán vettük a traktort, és mentünk be, az asszonya érte, és hát ugye járt hozzá milyen kis szerszámos láda, meg ingyen fadoboz, nem tudom mi volt benne, már nem emlékszem, a kalapács, még az a kalapács megvan a mai napig, az a ruszki kalapács, amit kaptunk hozzá valahol valamelyik szerszámos ládába, és mondja a szervizes úriember, aki átadta a gépet, hogy aki ugye gondolom az a null revíziót csinálta, hogy hát a kis autó hol van, hogy betegyük a csomagtartóba a hozzájáró dolgokat, mondom, nincs kis autó, betesszük a fülkébe, busszal jöttünk. Ja, megdöbbenten nézett ránk az ember. Hát szegénység volt. Ami pénzünk volt, az minden ment bele a gépekbe. Minden, minden. És hát amit keresett az asszony, az apósnál, azt forgattuk bele a mezőgazdaságba. Hát az volt a nagy segítség ugye, hogy lakást nem kellett vennünk, albéreltet nem kellett fizetnünk, mert az apósék meg az anyósék ebben segítettek, hogy velük éltünk. Tehát ilyen szempontból nagyon nagy előny volt ez, hogy minden pénzt bele tudtunk forgatni ebbe a vállalkozásba, ebbe a mezőgazdaságba, de hát nagyon sokszor csak mínusz termeltünk, mert a tapasztalatlanság is, meg nagyon sokszor átvertek mindenféle, most ezeket nem részletezem, hogy milyen cégek, hogyan, meg mint, meg hát sokszor az időjárás is áthúzta a számításainkat. Ugye régen még ez a csökkentett talajművelés no-till, ez még nem járt a fejünkbe, ez még nem, pedig akkor kellett volna már elkezdeni ezzel foglalkozni. Sokkal előrébb lennénk a dolgokban, a talajaink is sokkal jobbak lennének, mint akkor, hogyha mint 25 évvel ezelőtt már ez elkezd minket foglalkoztatni. De hát mi is mind a jó paraszt módjára, hogy ahogy szoktuk, mert úgy szoktuk, akkor úgy kell csinálni. Na aztán meglett ez az új MTZ, ezzel boldogan jöttünk hazafele, és akkor utána egyre több lett a föld, mindig egy kicsivel, kicsi hozzájött, mindig egy kicsi, és gyarapodtunk, aztán akkor lecseréltük az SPC-t egy új SPC-re, vettünk egy újabb künnelkét, vagy ezt a nem fogelekét, bocsánat, nem künnét. Aztán akkor, hogy anyámék is ugye besegítettek, ők közben vettek egy 50-es MTZ-t, akkor a tesóm is eljött ide levelem, együtt kezdtük el tulajdonképpen a gazdálkodást a tesóm. Az asszony az a dolgozott az apósnál, de hát ő is ugye ebben teljes mértékben benne volt, és a munkahely mellett. És akkor hogyan is, már meg nem mondom melyik évben, akkor hogy kell egy kicsit nagyobb traktornak, akkor vettünk az Axiába egy használt turbos krisztált. Ez a turbos krisztál, hát ez ilyen
ilyen kétpálcikás turbóskisztávot, mert minden elahogott. Tehát tudtuk, hogy mit veszünk, mert hát tudtuk, hogy ezt mondták is, hogy hát ezt mindjárt szétköszedni. Azt akkor nekiálltunk, kibeleztük, följavítottuk. De hát nagyon sokat szívtunk a turbóskisztával, és úgyhogy hát munkagépek, meg hát mi a tárcs kis volt, egy kis XT tárcsa még, amit vettünk közbe. De hát mind ilyen ócskavasak voltak. Na, majd akkor kövi szünetbe folytatjuk. Most nekiállunk akkor ütni le a karókat. Hát, hogy változatos legyen a dolog, kaptunk a rakodóra egy defektet. Most vissza kell menni hozni emelőt, vagyis emelőt nem, bakot kell hozni, meg szerszámot, amivel leszedjük a kereket, és utána mehetünk gumishoz. Úgyhogy örülünk neki. Már megint bonyolult nap lesz, úgy látom. Jaj, Istenem, ez van. Kell a szöngyó. Minden semmi. Itt a nagy gép. Megnézzük az aksit. Hármason van, mert mindjárt teszünk rá egy nagyobbat. És akkor... Hol van a... Ott van a doboz? Nézzük meg, hogy mi van benne. Várjál csak. Anyád már elvitte az aksikat? Oda rakta a kocsiba? Igen, rajta van a fúrom, meg a flexen. Jó, itt van, akkor még egyet hozok tartalékba, még egy aksi. 24-es is. 24 van. Hol a 24? De hol a fekete 24-es? Itt ez a fekete 24-es. Jó, oké. Okay. Ez 22. Na lehet, hogy 22-es ám, úgyhogy... 32 is. Jó, akkor az jó. Akkor 27-es, ez hány? Ez az nagy, az nem a géphez való. Az nagy. Akkor az nem ide való. Az nem ide való. Csak átalakítóval jó, úgyhogy benne hagyhatod. De nincs ebben átalakító. De majd beteszem, de úgyhogy hagyhatod benne. Megvan minden. De 27-es nincs. 27-es nincs. Nehogy már ne legyen. 24. Ez a 30. Az is 30. 30. Ez a 32-es, ez a 30-es. Kell lenni 27-esnek is. Ez a 30-es. Ez 30-es. Nincs benne 27-es. Pedig van 27-es fejünk is. Ott van? Egy tuti, hogy van 27-es fejünk. Jó, akkor ezeket meg ide berakom hátra, mert van már itt minden, amit el tudtok képzelni. Stílfűrésztől kezdve. Ami kell a napelemhez. De egy... Ezt a fát földobjuk. Igaz, hogy ez a vetőgéphöz készült. Csukhatok? Na, itt vagyunk. Ragyogunk. Hát cső, pillanat alatt bepakoltunk. Nem sokat tököltünk. Engedjél, Babi. Sétálsz előttem itt a hát. Igyekezzünk, mert egy falat a nap. Majd lelazítjuk a kereket. Ja, majd én beteszem alá. Majd beteszem én alá, nyomossod. Nyomost ki! És hova tetted a hányoshoz? Fogadjunk, hogy 27-es. Nem, 30-as. Még valami. Erezz egyszer vissza! Az nagyon jó. Szuper.
átbillen, az a lényeg. Harmincas. Bódzsírod szerint. Hoppá, elgurgult. Na. Ide bele. A földre várja Matyi negyedű killódja. Az a drótokat ledobáljuk ide, mert nem fog főférni a kerék. Gyere, adogatom le! Igen. Jövök! Mennyi? Mehetsz! Ja, azzal is én vagyok. Igen. Na. Egy pillanat, hát felhúzom. Nincs már pillanat, lejárt a pillanat. Ne aggódj! Tessék, ez a bónusz. Várja, fiam, összegyűjtöm, és most... Balázsány! 16, 9, 28-as. 28-as felé, bassza meg. Pont nem jó. Pont nem jó. Főbírod? Hát dehogy nem baj, hogyha ugye tudjuk megjavítatni, akkor 24-es fenn gumink van csak. Jó. Na. Kérdezz meg a... Mit kérdezzek meg? Ha nem tudjátok megérteni, kérdezz meg a Norbit vagy a Janit. Na, cső. Csá. Ez meg berászkódott. Jó, akkor második gumisnál sem vállalták el, úgyhogy most menjünk a harmadik gumishoz. Reméljük, ott már eredménnyel járunk. Nem tudom, ez mostanában ez olyan nehéz, még a végén kell ilyen gépet vennünk, a saját magunknak gumit szerelni, mert elmegy fél nap, egy defekttel elmegy egy egész nap, mert egyszerűen bonyolult, na, de komolyan bonyolult. De hát ez van, mit csináljunk. De hát minden nem szerelhetünk meg mindent. Mi is, a fogorvos se köszörüli a fogfurót. Nem értem az egészet, na mindegy. Ilyen világot élünk. A lámpára, lámpára. Jó, lámpára. Lámpát nem tudjuk leverni, mert... Reméljük. Gyere, így, borítsuk le így. Úgy rámegy a lámpára. Rámegy, úgy rámegy a lámpára. Ahogy az elején vigyázz, raktátok fel. Vigyázz, azon nem félre, lelököm. Ilyen, látod? Hoppáré. Pont ezt nem kellett. Semmi baj, hát semmi. Már... Ilyen, te fő kell menni. Ugye? Szele, szelepennél befele van? Ne, csak kérdezem, hát honnan tudjam? Hogy volna már befele ez? Hát azért mondom, hogy... Ja, azt nem tudom, szerintem most megfordítani.
ugye pár számos. Nagy kalapács itt van. A nagyon nagy fogsz, az nem oda jó? Rendesen, oda nyomtad rendesen? Nem, kezedet? Nem. És akkor most engem is pofán köverni, igaz? Annyira nem vészes, csak fáj. Ne nyomd! Hát nyomom lefelé. Hát így kell pörgetni. Hát így nyomom lefelé, te emellett föl, akkor fordul. De nem fordul. Hát nem, úgy nem megy. Nem fordul. Na engedj. Azért kellett volna ketten innen. Nem bírod elfordítani. Ketten onnan, hogy nem férjük. Nagy kalapács nyéllel, vagy az oszloppal? Matyi, az oszloppal. Hozd el az oszlopot, hogy már apát hozza. Fater, az jó erőben van. Forog az agyad. Előbb nem tudtad forgatni. Persze, mert az előbb rajta volt a kerék, egy kicsit forgat is rajta. Hátra? Hátra. Úgy, úgy már nagyjából. Haj, már jó. Csak az anya. Ja. Az anyja. Micsoda? Mert biztos nem tudod, mert tudom. Hát ez van így. Van nálam levendula, ha akarod, majd bekelheted. Oda nyomtad, mi? Rátettem úgy, hogy a lábam így rátettem, érted? És a kerék meg rajta volt. Ja. Ez még föl, rá kell menni. Kicsit meg kell menni. Kicsit. Kicsit. Cöppet. Csak egy cseppet. Mondjál gázt! Várjál még! semmit se hallod. Mondjuk volt egy gyanúm, hogy ott volt egy akár ilyen kis bokor, egy jó nagy tüskével. De. Nem kell! Nem kell! Jön! Ebben a mezőgazdaságban minden olyan nehéz. Jó! Jó, szóval ezt meg innen fokulni. Azért rám menjen. Jó, nem megyek. Nem bánom, de én elmegyek a kajáért. Én van éhes vagyok. Éhes vagyok? Éhes, igen. Éhez bizony. Megpróbálom, hát ha már otthon van, hozok erősítést. Elmegy egyedül.
Leütitek azt oda, én elmegyek a kajáért. És a fater fele egy kicsit arra, mert most nagyon arra dön. Még? Még egy kicsit? Így jó! Így jó! Egy kicsit az autó fele. Így jó! Kicsit megint az autó fele. Azért állám úgy, mert görbe az alja, majd meghúzzuk az ével a másikot. Olyan kurva jól állod, baszd meg. Jó az már. Ne törődj meg. Kifelére dől az a... Ne foglalkozz vele, nem befele dől, nem? A görbe a végez. Yeah.
Beautiful. Na körbeértük valami nagy nehezen, ilyen viszontagságosan defekt, mi egymást problémák. És három gumishoz mentünk, mire a harmadik elvállalta megcsinálni. Persze ugye azonnal kell, mert itt nem hagyhatjuk itt a gépet főcélni, meg akkor nem is tudtuk volna csinálni. Úgyhogy most körbeértünk, még a kapu van vissza, meg az egység telepítése, és akkor kész vagyunk. Hova? Vagy a fúrós dobozt, hülye vagyok, a csavaros dobozt? Melyikkel? A facsavaros doboz, oda lett rakva? Ott van. Hol? Facsavar, van facsavar. Pityu, gyere ide, Pityu. Pityu, Batyu, gyere már. Mindent visz. Mit visz? A mit visz, tudod? Ez az mit visz. Azt tudod ki az a mit visz, nem láttad még a Facebookon, meg a... Nézd meg, kitört a foga, hát ezt a cselejtet. Pityu, látod, ennek is hamarabb kitörik a foga, mint neked. 800 000-es John Deere-ra, nem? Most mondja, érted, hogy van egy olyan foga, ami már csontfog kijött, és a tejfog még mindig nem hullott ki alóla. Most mondtam neki, majd szólok a kérek időpontot a fogászaton, aztán kiszedetjük, mert hát kitolja a rendes fogát a helyéről, és még mindig nem fogja a gyökere. A tejfognak. Főnök úr már megint fekszik. Már megint henyél. Ezt az embert örökké csak a lazuláson jár az eszem. Már megint ebből is kérte. Milyen gyártvány ez, hogy kitörik a fő? Valamit akartam mondani, csak nem tudom annyit. Majd eszembe jött. Majd eszembe jött. Hogy földelés. És mi van, hogyha ez a vas... Nem ér oda a vezeték, az a baj. Kiszedjük, és azt mellé várjuk. Ja, azt mondom én is. Hogy zottuk egy szikét? Szikét? Esztike, itt várjál, lehet, hogy van.